Szevasztok! Hát elszabadult a mennyország, tehát ez komolyan mondom, és egy algoritmus, egy számítógépként földolgozza a beérkezett anyagokat. És azért történt egy furcsa, hogyha megnézitek, nekem van egy Facebook zenész oldalam. Az a neve, hogy Müller Péter Sziámi zenész. És ott például a teljesen ártatlan sanzonnak szánt Rítus című dalam, egy pár poszttal ezelőtt megtalálható, és ugye itt is kim volt napi dalnak, nem tudom, hányas volt, az hirtelen valami 20 000 ember elolvasta, ezren lájkolták, rengeteg komment, hogy milyen szép volt a fiatalság, meg minden, és érdekes, hogy nekem az nem onnan jött, hanem onnan, hogy énekeltem a Cseh Tamás Budapest című dalát egy, hát még félig meddig titkos, de már félig meddig legális koncerten, és hát nagy örömömre szolgál, hogy úgy tűnik, hogy a Rítust azt például Másik János megszerette, aki hát az Inspiráló dalnak is a zeneszerzője és előadója, és egy nagy kedvenc a Budapest. A mai dalnak az a neve, hogy Vállalnám, 97-nek született április 16-án, és hát ez is kerekszám, ez a 60. dal, ami kikerült. Tempója 93 BPM, és lehet, hogy hollywoodi népszerűségre tesz szert, mert van benne macska és kutya, és az filmben legalábbis mindig hálás. Lehetnél a macska, lehetnék a kutya, vagy fordítva akár, bár az azért fura lenne nekem így elsőre talán, de a kedvedért vállalnám. Lehetnél egy nimfa, lehetnék egy szatír, lehetnék a hiba, lehetnél a radír, lehetnék a papír, te meg aki kibír mindent, ami rajta kibírhatatlan. Vállalnék egy sorozatot, de csak ha a végén belehalok, és előbb még látom, hogy megsiratsz, Las Vegasban az lesz igaz, ha el kell mennem úgy, hogy a gázsit fel se vettem, még az se számít, mert bírtuk a szerencse játékot, és nincs harag, hogy csak játék volt. Lehetnék a vihar, lehetnél a levél, alkalmi kaland, ami mindent megér, lehetnél a térkép, én meg, hogy hát, ha rajtad van az a koordináta, vállalnék egy sorozatot, de csak a végén belehalok. Ha előbb még látom, hogy megsiratsz, Las Vegasban az lesz igaz. Ha el kell mennem úgy, hogy a gázsit fel se vettem, még az se számít, mert bírtuk a szerencse játékot, és nincs harag, hogy csak játék volt. Lehetnék a könnyed, lehetnél a könyvem, lehetnék őszinte, de nekem nem adnám könnyen. Na, ezt elkezdem előről, mármint ezt a verzét. Ugye úgy van, hogy hát ez a hosszú a refrén, és a kis olyan rock'n'rollos ízű sorok azok képezik a verzét. Lehetnék a könnyed, lehetnél a könyvem, lehetnék őszinte, de nem adnám könnyen a tartalmamat, te meg a formádat, mert azt hiszed formálni próbállak. Vállalnék egy sorozatot, de csak ha a végén belehalok, ha előbb még látom, hogy megsiratsz, Las Vegasban az lesz igaz, ha el kell mennem úgy, hogy a gázsit fel se vettem, még az se számít, mert bírtuk a szerencse játékot, és nincs harag, hogy csak játék volt. Istennel szemben a kisistenek a végén mindig csak veszítenek. Én nem veszítettem ellened, még te megvehetnél, én meg lehetnék. Vállalnék egy sorozatot, de csak ha a végén belehalok, ha előbb még látom, hogy megsiratsz, Las Vegasban az lesz igaz. Vállalnék egy sorozatot, de csak ha a végén belehalok, ha előbb még látom, hogy megsiratsz, Las Vegasban az lesz igaz, ha el kell mennem úgy, hogy a gázsit fel sem vettem, még az se számít, mert bírtuk a szerencse játékot, és nincs harag, hogy csak játék volt. És direkt azt csináltam, hogy azért így a tólig ott, amit meglehetősen szűkös. Azt megpróbáltam megmutatni a refrénben, mert ugye van ez a négy soros, hogy vállalnék egy sorozatot, úgy van vége, hogy Las Vegasban az lesz igaz, pont, vagy. Mert ugye még látom, hogy megsiratsz Las Vegasban, az lesz igaz. Tegyük, hogy vége a gondolatnak. Van is olyan, ahol csak fél refrén van, és tényleg vége. De a teljes refrén
az úgy is egy ilyen anzsammannal, tehát összehozhat a következő sorra, hogy Las Vegasban az lesz vigasz, ha el kell mennem úgy, hogy a gázsit, remélem, hogy érthető vagyok, tehát ezen belül lehet mozogni. Most már inkább úgy gondolom, hogy talán nem kéne ennyire visszafognom magam, amikor mutatom, hogy ez a dal milyen, mert látom, hogy elmennek emberek tévutakra, és akkor utána hosszan beszélgettünk, hogy mint. De hát csináljátok, mert viszont vannak olyan tévutak, amik jobbak, mint az én elképzelt, igazinak vélt utam. Hogy ez volt a vállalnám, és hogy bár ez nem a bulvár és nem tünde implantátum méretváltásáról van szó, de hát mivel mindenki azt kérdezi, hogy most akkor megint nő a hajam, hát megint nő a hajam, ez igen, ha levágom, akkor nő, most ekkorra szevasztok. Sőt, hát ennél nagyobb, mert ugye nézzétek, a kalap az így jö. Hát ennyit a dizájnról, amire nem adunk, mert ez nem egy dizájnolt műsor, ez nem is egy műsor, hanem az, ami baráti társaságunknak az ilyetén obligált home office, home koncert, home zeneszerzés összejövetele, és még annyit, hogy hát mondták, hogy csak ennyi sálam van. De ebben a Nóri sála benne van, a gyerekek sálai benne van, kölcsön még nem kértem. És most, ha megnézitek, hát szóval ezt most tényleg megmutatom, tessék. Ez nem az eddigi stílust váltottam, de ez az eddigi stílus. Érdekes, úgy emlékeztem, hogy a párizsi sálam van rajtam, nem érdekes. Azt kölcsön kértem a anyósomtól, hogy mondani szokták, de akkor azt holnap azt veszem föl, és megmutatom, hogy nem csak ez a fajta. Hogy hívják ezt a fajta kendőt? Majd írjátok már meg. Tehát ez volt a Vállaltam című szám, 60 dalnál tartunk, őrületes remek művek születnek, és ma június 24-e van. Puszi, sziasztok!